Üdvözlök minden kedves nézőt, én Taki vagyok, és eljött a Cat a befejező része. Annyira jól néz ki amúgy, annyira jó, hogy áh, összes pálya unlockolva, és nézzük az utolsót. Na. Ö, hát az első megállapításból nem tűnik egy hosszú pályának, mivel már ott az ászló. Ö, én ezeket megvárom egyébként, hogy lejöjjenek szépen. Úgy, az ott leesett, az annyival is kevesebb lesz. Szépen kinyírjuk, és biztos, hogy tele lesz szivatással ez az egész Felmeneteles dolog, úgyhogy Ja. Gyönyörű volt, hogy elsőre beleugrottam. Rosszba. De első. Azon is tüske. Nem. jaj Mindegyik. Ne. Srácok, ez tudom, mi lesz szerintem. Mindegyiken tüske lesz. Na most meg attól haltam, meg gyönyörű volt. És akkor ezt hogy kéne megcsinálni? Így, így, mondjuk ugorjunk a, így, nem, jó, még egy dolgot megnézzünk, valahogy ki kellene számolni úgy, hogy az már ne legyen ott fent, ja de azt úgy lehetetlen, jó, Ö, az utolsó kockát akartam megnézni, mondom hát, hogy nincs tüske, de akkor ezek alapján azt mondtam le, hogy ezeken kell végig parkúrozni, az utolsón is van most kiderült, szóval ezeken kell végig parkúrozni, hát nézzük. Á, na, de nagyon messze voltam. Ezt sokkal gyorsabban kéne. E, mi? Hogy? Na, ne idegesítsé már, hogy? A tetejére ugrottam. Nagyon jó, GG. Most komolyan ennyi volt a... De várja, ott egy király. Ne! Ne, meg fog... Ja. A királytól meghaltunk. De várjatok! Ezt így le tudom... Nem, nem! Várjatok, na-na-na, koncentráció. Szóval, lehet, hogy azt kéne leküldenünk, és az lehet, hogy megadja a királyt. M mert az első pályán is, ja nem, nem az első, melyik? Ja, a, az ötödik pályán volt, azt hiszem, ilyen, hogy ott is le kellett küldeni, mert különben megjelent egy ember, ami ledobott engem, is meg a zászlót is. Jó, hát akkor nézzük, szóval, egy, jó, ez, ez már most rossz volt itt az elején, hogy elkezdtem, szóval, GG. De miért nem igaz? Miért nem tudok ráugrani a tetejére? Egy, kettő. Hát nagyon jó, nagyon jó. És ennyi. GG, srácok! Köszönöm, köszönöm a játékodonom azt, köszönöm meg, hogy kiátszottam, és új pályák később. Srácok, kiátszva. Jézusom, jaj, de boldog vagyok. Jaj, de jó. Ez az. Hát a játék az alapjáratom 10 pályából állt, ha most ilyen jó gyorsan így összeszed, ha 3, 6, 9, 6, 10, 10 pályából állt. Őszintén szóval kedvencem az ez volt. Hát e, most ez gyönyörű volt. Ő most egy kicsit, én azt mondom, hogy nosztalgiázzunk, mert azért elég, egész hosszú égi volt, ilyen hat részes. Ők azért lehetett volna több is, de én minden esetre elképesztően élveztem a készítését, a vágását is. Meg én azt gondolom, hogy... Hát ez gyönyörű volt. Azt gondolom, hogy jól szórakoztunk, remélem, hogy ti is így gondoljátok. Ha így van, akkor nézzétek meg az egész sorozatot, akár többször is. Ö, alapjáraton amúgy tetszett maga a játék. Na is a gyó, Úristen, tüskében, gyönyörű. Ö, nem mondom, hogy az a játék volt, ami életemben a legtöbbet régieltem, de azt azért voltak olyan pillanatok, amikor úgy... Í, hát kicsit elszakadt a célna, mondjuk úgy, de de jó ötlet, még most is úgy gondolom, hogy megértenek állni ennek a sorozatnak, és én örülök neki nagyon, hogy ö, végigvittük végül. Ö, ugye ez nem az eredeti már már, el kell mondanom, alapból egy nem is ez a játék neve, de majdnem, hogy ugyanazok a pályák vannak, mint az eredetiben, egy kis hián, de tényleg szerintem nagy részt ugyanazok, ahogy én nézegettem őket mostanában, nyilván az utolsó párt nem néztem meg videó, hogy hogy kell megcsinálni, szóval ezen ne aggódjatok. Jó sok halált összegyűjtöttünk, 1100 valamennyit, meg azért a, ez egy részről rage game, de azért gondolkozni is kell, meg azért memória kell megjegyezni, mi, mikor, hol van, mit kell csinálni, illetve én még amit mondanék róla az az, hogy szerintem egy ügyességi játék is egyben, mivel azért vannak benne nehezebb részek, nehezebb bugrások meg így minden. Ö, szóval, ja, de... De, hát én nagyon élveztem. Tényleg ezt nagyon kihangsúlyozom. Ö, ugye ez volt az első Rage Games végigjátszásunk. A következő játék, ami nem lesz Rage Game, mondjuk <laughs> lehet, hogy lesz rajta idegeskedés, de egyáltalán nem Rage Game, közel nincs a Rage game -hez. Mm, és lehet, hogy még most felveszem ennek az első részét, és ez a játék ez nem más, mint a Hello Neighbor, biztos, hogy nagyon sokan ismeritek ezt a játékot, ugye van ő, telefonos verzióban is, elvileg, ha jól tudom, akkor az eredeti játék, remélem, és ö, ennek a végigjátszásának fogunk nekiállni, és valahol olvastam róla, hogy horror, de szerintem köze nincs a horrorhoz, láttam róla pár videót, de szerintem nincsen köze a horrorhoz, hát majd meglátjuk, remélem, hogy azt is élvezni fogjátok. Szóval igen, hát srácok, akkor ez a Cat Mario az ennyi lett volna. Remélem, hogy élveztétek ezt a sorozatot. Ha így van, akkor mindenképp dobjatok rá egy lájkot. Like a videóra is, meg a sorozatra is, így ámblok. Hát ez jó, de szép volt. Ö, és iratkozzatok fel a csatornámra. Mert ö, várhatóak lesznek még Rage is a csatornán, azt így elmondom meg hát más tartalmak is. Tehát igen, most a Forza Street-et is annyira folytatni kéne, mert olyan hülyén néz ki, hogy van egy darab rész, és ennyi. De végigjátszás, úgyhogy majd azt is mindenki folytatjuk, és be is fogjuk fejezni, ne aggódjatok. Ja, hát én itt meg mindjárt ki is viszem még egyszer a két Máriót. De azért nem, mert ezen a pályán nagyon sokat szoktam szar... Ezt nem akartam menni, és mi történik, Ja, hogy így nem tudok fel, hát ez. gyönyörű. Úgyhogy srácok, hát akkor ez lett volna két Mario befejezése. Helyen további szép napotok. És akkor találkozunk legközelebb. Taki voltam. Sziasztok!